Nos hát akkor sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, és mint ahogy a címből is láthattátok meg, hogy a képből is, Duo HCF. Magyarországon elsőnek olyan HCF szerver, tudtommal elsőnek, ezt kijelentem, tudtommal elsőnek olyan HCF szerver, ahol lesz igazi pénzes nyeremény, PayPalon fogjuk majd átutalni a nyertesnek. Egyet így leszögezek előre, csak a Faction Leader fog kapni, tehát a top 1 Faction Leader fog kapni $5, és 5000 Silver Network coint, amit ugye el tud költeni rangra, meg azt nyilván tudja felezni, meg a pénzt is tudja felezni a Faction társával. Itt van a 0PVP, aki ugye a, hát én voltam a szerver ötlet atya, ő meg megvalósította, szevasz. Sziasztok. Na most akkor, ugye itt látható nálam ez az alapcucc, Archer teget kapsz, hogyha felveszed, ez azért kell, mert ugye gyorsabban tudsz claimelni. Úgyhogy a speed 3, meg minden. Mondd a kezdőcuccokat, például az SOTV-set. Úgy lesz az SOTV kit. Beírjátok, hogy G-kit, akkor ott látjátok, hogy ott legalul elhelyezik egy SOTV csomag, ami azt akarja, hogy ezt csak az SOTV idején lehet lehívni. Így van. És ez azért van, hogy a kezdőbb játékosok is tudjanak Prot 2-vel érvényesülni, hogy ne kelljen csak kittel VP-zni, hanem hogyha valaki lehívja az SOTV kitet, már azzal is tud egy-két olyan dolgot csinálni, mi alap. Akkor így egy kicsit a csalókra is áttérnénk, aki a Duo HCF-en csal, az automatikusan IPT-ből fog kapni a szerverről. Azaz, ki lesz rakva, tehát nem tud többet feljönni a szerverre. Többet ide nem jön ő fel. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván ez csak azokra vonatkozik, akik B-hoppolnak, fly-olnak. Az autoklikerre nyilván nem vonatkozik, de viszont az összes csaló faction mínusz 1000 pontot fog kapni. Az összes. Ez azért úgy már, tehát úgy már elgondolkodnék, hogy akkor mégis csalok-e vagy sem. És így nyilván el fognak gondolkozni azon a játékosok, hogy kit vesznek be a saját factionükbe. Így van, így van. Mondjad. Mi? Itt van nálam most az alapriklém. Ez lesz mindenkinek az alapriklémje. Itt egy silver láda. És ugye fontos, most kitérnék, itt ma szó volt a kitekről is. Lehet kitet vásárolni. Itt viszont már 1000 SNC lesz per kit. Tehát, ja. És hogyan vannak a kitek? Milyen cuccok vannak benne? Nézd meg. Igaz, úgy van, hogy Prot 2-esek, és 30 napra szólnak. Kicsit az aranyalmából itt levettem a kitekbe, mert azért 64 meg 32 szerintem túl sok. Oké. Okay. Arra akartam kicsit ráfeküdni, hogy nem mindenki aranyalmáz folyamatosan. Az aranyalmát 30 másodpercenként lehet majd benni. A sima aranyalmát ugye. Kiteket 12 óránként lehet lehívni. 700-700-nál minden koordinátán, szóval mínuszba, pluszba lesznek a end kapuk. 800-tól lehet levédeni. Hogyha beírjuk, hogy per kord, akkor ott kiírja a koordinátákat. Megpróbáltam dizájnosra. Na, hogy írod be, hogy per kord? Ja. Leírom csetre. Ja. Anna. Ó, igen, látom. Oké. Okay. Király. Faszán leírja. Akkor a per helpbe leírja itt a dolgokat, az alap parancsokat, maximális varázslatokat, meg ezeket. Mit mondjak még? Úgy lett megcsinálva, hogyha ketten vagytok egy factionbe, akkor hogyha mind a ketten meghaltok, nem kerültök raidebülbe. Nyilván ezt azért csináltam így meg, mert nem szeretném azt, hogy tegyük fel, valaki becsalja magát egy base-be, és a kettő afkoló játékos meghal, és raidebülbe kerülnek. Itt okay. Van egy kis shop. Jajajajaj. Ami szerintem egy alap. A map az letöltött. Így van, tehát ez fontos. A map letöltött. Srácok, innentől itt most azt kerüljük el, hogy
stb. Stb. Feljöttök, és akkor letöltött szarmap. Nem, figyeljetek, nem fogjuk azt állítani, hogy saját a map, letöltött a map, és ez nyilván tudja mindenki. Így igazából azt mond már ki, amit akar, mert nem fogjuk titkolni azt, hogy letöltött a map. Nem megvásároltuk, hanem letöltöttük. Kész. Ennyi. Még valami. A cím egyáltalán nem clickbait. Teljes mértékben oda fogjuk adni a nyertesnek a pénzt és az érmét is, és erről lesz fényképes bizonyíték. Akár videóban is ki fogom rakni, hogy mindenkinek tiszta legyen a dolog. És még valami, ha nagyon jó lesz, és sok játékos tesz rajta, akkor gondolkodunk még különböző dolgokban is, de akár ennek a Duo HCF-nek is a tovább vitt formájában fog menni ez az egész, tehát akár még lehetnek nagyobb nyeremények is, nyilván ez attól függ, hogy mennyien vesznek G-kitet, attól függ, hogy mennyien játszottak a szerveren. Szóval igen. Köszönöm szépen, Noel, hogy megvalósítottad ezt nekünk. Szívesen, meg annyit szeretnék mondani, hogy aki megnyeri az EU TV-t, az SO TV-nél az a leader, akinek a klánja ugye megnyerte, az 5 darab silver kulcsot fog kapni. Oké. Okay. Kezdésként. Jó. Na szóval, tehát akkor bemutattuk a kiteket, igazából elmondtunk minden fontosabb információt. A nyereménnyel kezdtem igazából. Várunk mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel. A dátum még nem rögzült le teljes mértékben, de úgy már nagyjából tudjuk, hogy körülbelül mikor is lesz, és a videó címe akkor fog megváltozni, meg lesz róla még egy videó a gyengébbek kedvéért, de változni fog a videó címe is, a pontos dátum. Szóval igen, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek lépjetek a videót. Lépjetek be a Discord szerverre, aztán ott mindent úgy is tudni fogok. Így van, így van, Discordot lerakom a leírásba, és akkor lépjetek be nyugodt. Szóval igazából nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Építő jellegű kritikát elfogadok kommentben. Az ilyen útálló embereket általában tiltani szoktam, mert nem érdekelnek, se az irigyem embereket. Köszönöm, hogy megcsináltad. Várunk titeket hatalmas szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!